Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! Ezúttal a térség legérdekesebb történéseit gyűjtöttük csokorba az elmúlt időszakból. Bemutatták az aktivistáknak Dombóvár Fidesz-KDNP színeiben induló polgármester jelöltjét, aki nem más, mint Pintér Szilárd, a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás elnöke, Csikós Töttős jelenlegi polgármestere. Pintér Szilárd azt mondta, célja, hogy Dombóvár olyan fejlődési pályára álljon, melyet régen megérdemel a város, erre azonban csak összefogással van esély. Zsúfolásig megtelt aktivistákkal a terem Dombóváron, akik majd néhány hét múlva azt a közösséget alkotják, akik együtt dolgoznak majd a polgármester jelölt stábjában. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térségországgyűlési képviselője mutatta be a Fidesz-KDNP jelöntjét a dombóvári polgármesteri székre, aki jól ismert személyiség a térségben. Köszönöm mindenkinek a türelmét, a kitartását, szorgalmát. A mai nap kerül sor arra, hogy bemutassuk Pintér Szilárd polgármester urat, aki jelenleg is polgármester, Csikós Töttős polgármestere 21 év óta. Polgármester jelöltünk Pintér Szilárd úr, aki Csikós Töttősnek a jelenlegi polgármestere, 5. ciklusát zárja Csikós Töttős élén, tehát 1998 óta polgármestere a településnek, és 10 éve pedig a kistérségi társulásnak is az elnöke. Mindenki ismeri, vagy nagyon sokan ismerik itt Dombóváron is, hiszen a Hungária Takarék egyik vezetőjéről van szó, és a Hungária Takarék nem csak a megyének az egyik legerősebb pénzintézete, hanem a takarékok között az országban is az elsők között van. Én úgy gondolom, hogy mind a települése élén, mind a kistérségi társulás élén, és mind a bank élén, a pénzintézet élén kiváló munkát végzett. Remélem azt, hogy a dombováriak is látják a tetrekészséget, látják azt, hogy egy olyan embert ajánlunk a figyelmükbe, ajánlunk arra, hogy majd az őszi választásokon a várost képviselje, illetve polgármesterként helytálljon, aki eddig is bizonyított, és reméljük azt, hogy új lehetőségek nyílnak meg az önkormányzat, illetve a város előtt a következő önkormányzati ciklusban. Pintér Szilárd azt mondta, programot hirdetni a győztesnek kell, de ennek ellenére a legfontosabb célként azt jelölte meg, hogy olyan fejlődési pályára álljon a város, melyet megérdemelt volna mindig is. Nem bejárásban élem az életemet, ennek bejárásban vagyok 21 éve polgármester Csikós Töttősön, és több mint 10 éve ennek a járás településének az elnöke vagyok. Azt gondolom, hogy Dombováron én otthonosan mozgok, otthonosan érzem magamat, és nyilván 21 év tapasztalatát, amit sikerült megszereznem ezen a területen, 52 évesen, még felruházva annyi erővel, és remélem, hogy becsvágyal is, végre tudom hajtani azokat a feladatokat, amelyek itt az utóbbi évtizedben elmaradtak. Mindenféleképpen legfontosabbnak tartom egy normális közhangulat kialakítását. Azt gondolom, hogy ez a település nem érdemli azt, hogy pólusok legyenek, és nyilván ez a mindenkori hatalmon lévő önkormányzat feladata, hiszen Dombóvár egy kisváros, 18 ezeren élnek itt. Szeretnénk bevonni vállalkozókat, helyi szereplőket abban a szempontból, hogy ők ezt a programot véleményezzék, és ezt a programot csak akkor hagyjuk végre, hogy ennek a társadalmi egyeztetése széles körben megtörtént. És számomra nagyon fontos, hogy fiatal új arcokat tudtam megnyerni az ügy érdekében. Én azt gondolom, hogy a 21 év tapasztalata hozta meg azt a bölcsességet, amely mentén ez a stratégia megszületett. Ezt a stratégiát én következetesen kívánom végrehajtani, és nyilván visszatérve a képviselőkre, az élet minden területéről érkeznek. Ügyvéd, pedagógus, vállalkozó, háziasszony, aki bír azzal a józan észen, amit fel tudja hívni a figyelmünket, hogy mi mellett csiklottunk el. És nyilván azt gondolom, hogy tenni akaró, jóra való dombaváriak ők, akik eddig sem voltak megosztók, és ezután sem lesznek azok. Nagyon várják már az emberek, és évek óta csak beszélünk róla. Mindenféleképpen Dombaváron szükség lenne egy új mentőállomásra, amelynek a megvalósításában már kaptam ígéretet. Egy járási tanúszoda megvalósítása szintén nagyon fontos lenne a térségbe, és azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan feladatok, amelyek természetesen Dombováron túlmenően az egész járás életmódját, életvitelét meghatározzák, és életminőségjavulást tudnak hozni. Pintér Szilárd azt mondta, nem engedi el Csikós Töttős kezét akkor sem, ha ő lesz Dombóvár polgármestere, hiszen, ahogy fogalmazott, onnan jár be, és oda megy majd haza.
A jelenlegi állás szerint Kreb Imre a jelenlegi alpolgármester lehet majd a település új vezetője. Szeptemberre Kurdon is szabadon lehet majd internetezni a település számos pontján. Egy 15 ezer eurós Európai Uniós pályázat eredményeként nyerte el az önkormányzat a lehetőséget a hálózat kiépítésére. Kurdon úgy gondolták, egy európai faluban lehessen szabadon internetezni a legfontosabb közintézmények és közterületek környékén. Ezért aztán pályázatot nyújtottak be az Európai Bizottsághoz a megfelelő pénzösszeg megszerzésére. A történet nem új keletű, de erről már meséljen Müller János polgármester. Az ötletet tehát az interneten látott pályázati lehetőség adta, amivel éltünk, mert hát egy kis településnek minden apró pályázatot meg kell fognia, és aránylag egyszerűnek tűnt a dolog. Regisztrálni kellett egy pályázati felületen, amire elég gyorsan kaptunk visszajelzést. Egyébként nem elsőre sikerült, már a tavalyi év közepén megpróbáltuk ezt, akkor elutasították a pályázatunkat. Ez most már számunkra a második kör volt, amikor próbálkoztunk, és sikerült. Tehát mondhatom, hogy néhány napja aláírtam a támogatási szerződést. Aránylag egyszerű, mert az Európai Bizottság tulajdonképpen minden Európában levő település számára nyitottá tette ezt a lehetőséget. Azt szeretnék elérni ezzel, hogy mind az uniós állampolgároknak és tehát az itt élő nyilván a közösségeknek elérhető legyen a nyílt internet. Igyekszünk megfelelve a pályázati követelményeknek a középületeket és a közterületeket minél jobban lefedni, hogy tehát minél jobban használható legyen ez a nagysebességű internet. Szeretnénk, hogyha a helyi polgárok és a Kurdon áthaladók, esetleg átutazók élhetnének az internet adta lehetőségekkel. Látjuk azt, hogy ma már szinte az élet erről szól a gyerekek kezében, de mondhatom, hogy Kurdon az 50 fő, akik az idősügyi programban a számítógép használattal megismerkedtek, úgy gondolom, hogy ők is kiválóan fogják tudni használni ezt a lehetőséget, most már a közterületeken is. Az Európai Bizottság támogatása 15 ezer euró nagyságrendű, ez mai áron számolva megközelítőleg 5 millió forintot jelent. A támogatást nem az önkormányzat kapja, hanem az a vállalkozás, akivel szerződnek majd a kiépítésre és az üzemeltetésre. Müller János azt mondta, nagyon bízik abban, hogy szeptember-októberben már mindenki szabadon internetezhet, akár a település busz megállójában is. Miska Nyula polgármester abban a mesebeli erdőben, ahol összefogással győzik le a bajt az állatok. Emberi tulajdonságokkal felruházott, kitalált lények ők, akik emberi módra szervezett társadalmukban mindig segítenek egymáson. Talán így lehetne röviden összefoglalni azt a világot, amit Rép Erika meseíró teremtett írásaiban. A NAK-ról elszármazott alkotó újra felkereste szülőföldjét, és író-olvasó találkozót tartottak tiszteletére a település könyvtárában. Kicsik és nagyok a helyi könyvtárban NAK-on. Hazalátogatott a településről elszármazott meseíró Rép Erika, aki beszélt írásairól, pályájáról az érdeklődőknek múlt szombaton. 53 évesen kezdett el meséket írni. Akkor volt az Zalai Hírlapban egy felhívás, és az olvasóktól Mikulás meséket vártak. Én akkor kezdtem el írni. Legnagyobb meglepetésemre, mert nem tudtam, hogy én tudok mesélni. Gyerekeimnek is csak könyvből tudtam mesélni. És valahogy jött, és szinte egy gyönyörű kényszert éreztem, és minden nap írtam egy mesét. Aztán vége lett a mikulásos témáknak, akkor elkezdtem húsvéti témát, de aztán már tovább mentem és az állatokról. Most főleg a jelen pillanatban főleg madarakról írok. Nagyon utána nézek, hogy
mik a madarak tulajdonsága. Felvettem a kapcsolatot egy madarásszal is, és egy erdésszel is, és ők nagyon jó tanáccsal látnak el engem, illetve ha valami olyasmit írok, ami nem egészen úgy van, akkor mondják, hogy nem egészen úgy van, de mesébe elmegy. No, de én nem úgy akarom, én igazat akarok, hogyha ezeket a meséket elolvassák a gyerekek, akkor tanuljanak belőle, és felnőtt korú és emlékezzenek vissza, hogy hoppá, én ezt már hallottam valahol, olvastam valahol. Ellátom őket azért emberi tulajdonságokkal is, és főleg az összetartást, ami a mai világban nagyon nagy szükség lenne, hogy az emberek egyet gondoljanak, segítsenek egymásról, egymásnak, tartsanak össze, akár bajban vannak, akár valami jó történik velük, akkor is együtt rendezzék ezeket a dolgokat. Mert én ezt gyerekkoromban ezt láttam, és ebből merítem a témát. Minden mesém a mesebeli erdőben játszódik. Hát ugye kezdődik az eddig kiadott három könyvem, mert hogyha végigolvassa valaki, a történetek egymástól függetlenek, tehát nem egy folytatásos ez, hanem csak epizódok vannak benne. A Miska Nyúl lett a polgármester, a mesebeli erdő polgármestere, mert nagyon-nagyon jó nyuszika, és nagyon jó rókakoma van, nagyon jó farkaskoma van, segítik a mesebeli erdőben lévő állatokat, és olyan szervezetek is alakultak, ami az emberek között is van, például a tűzoltóság, a polgárőrség, és sokszor igénybe kell venni a polgárőrséget is. A témákat onnét veszem, ha hallok valamit. Például tavaly nyáron nagyon sok szúnyog volt, akkor a mesebeli erdőben is szúnyog volt. Hát, megmondom őszintén, még egy földrengés is, még ez is, de nem lett aztán mesebeli erdőbe földrengés, de az összefogás, hogy hogyan kell kimenekülni és megelőzni a bajt, az összefogás miatt nagyon jól sikerült. A fakicsavaró szél is majd aztán egyszer színre lép, és őt is hogyan javították meg, vagy hogyan akarták, hogy jó legyen. Hát a szegény fakicsavaró szél meg is szelidült, és az északi szelet és a többi barátait is erre buzdította. Aztán kiderült, hogy mégiscsak nagy szükség van a szélre, mert anélkül a földön nem lenne élet. Ezt például a tévéhíradóból hallottam. Aztán nagyon tetszett ez a szó, hogy dióburok fúró légy, a diót megtámadta ugye ez a kártevő, hát megjelent a mesebeli erdőbe is, úgyhogy itt is az összefogás miatt sikerült a dióburok fúró legyet eltávolítani a diófáról. Bár messzire, Zalaegerszegre vitte az élet, mégis szívesen jön szülőfalujába. Ide mindig hazajövök, tehát otthonról hazajövök. Nagyon szép emlékeim vannak a faluról, hát a szívem csücske ez a NAK. Nagyon szeretek idejönni, az emberek nagyon kedvesek, nagyon aranyosak. Nagyon sok szép emlékem van innét a faluból, innét indultam. Csak jót tudok mondani. Ez volt az első író-olvasó találkozója NAK-on. Azt mondja, nagyon meghatódott, hogy ennyien szeretnének találkozni vele újra, illetve érdeklődnek a meséi után. Gyerek Zsivajtól volt hangos a Döbrököző Integrált Közösségi és Szolgáltató tér nagy terme. A főként óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak szóló programon gyümölcsökből és zöldségekből álló egészséges koktélokat kóstolhattak az érdeklődő gyerekek, illetve szüleik, akik mellesleg a vitaminbevitel fontosságáról is hallhattak előadást, ami a mostani nyári nagy melegben különösen fontos lehet. Aminek kivé és a narancs volt a szélre. És hogy ízlik? Finom. Finom. Én is olyan tőztem. Jó? Én is olyan, és nagyon ízlik. Nagyon jó. Én is olyan, és nagyon ízlik nekem. És te fiatalember? Én a másikat, én az ananász leveset és az ananászosat. Elsősorban az egészséges táplálkozásra akarták felhívni a fiatalok figyelmét a döblöközi délutánon.
Olyan koktélok és turmixok készültek, melyek könnyen elkészíthetőek, és pici időráfordítással kiválthatják az egészségesnek nem igazán nevezhető üdítő italakat. Négyféle koktél közül tudtak választani a vendégek, kettő zöldséges gyümölcs koktél közül, illetve kettő gyümölcs koktél közül. Ezeknek a fő összetevője a narancs volt, a banán, a kivi, az alma, vagy éppen az ananász, a zöldségek közül pedig a cékla, vagy az uborka. A koktélok friss gyümölcsökből készültek, hozzáadott cukrot nem alkalmaztunk, csak mézet, ugye természetes édesítőszer, nem szerettünk volna se édesítőt, se egyéb dolgot hozzáadni. Tőlő Mária pedagógus arról beszélt a gyerekeknek, miért fontos az egészséges táplálkozás. Kiderült, a legegészségesebb a hagyma, az alma, a brokkoli, a spenót és a sárgarépa. Friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztására hívjuk föl a figyelmet a mixerek segítségével. Ugye nagyon fontos a gyümölcsöknél a vitamintartalom megőrzése, főleg most a tavaszi időszakban, amikor a tavaszi fáradtság erőt vesz mindenkin, hogy pótoljuk az elvesztett energiáinkat, vitaminokat. Egy ilyen délután nem lehet meg zene és játék nélkül. A szervezők remélik, hogyha nem is változtatja meg egy ilyen nap a fogyasztási szokásokat, de befolyással lesznek arra, hogy egy adott pillanatban a gyerekek ne idegenkedjenek a zöldségtől vagy a gyümölcstől, és épüljenek be ezek az ételek a mindennapi étkezési szokásokba. Számot adhattak tudásukról a kaposszegcsői zeneiskolás növendékek az év végén megrendezett hangversenyen. Óvodások és általános iskolások mutathatták meg a zenei tudásukat. A diákok tanára szerint olyan útravalót kapnak a komoly zenével a gyerekek, ami egész életük során hasznukra válik majd. A klasszikus zene tanulása, az alapok elsajátítása és a hangszeres tudás megszerzése az első lépcsőfok afelé, hogy valaki zenész lehessen. A klasszikus zene egyrészt önfegyelemre tanít, másrészt bevezeti az embereket a zene értelmébe, tartják a zenetanárok. Kaposszegcsőn sok diák tanul szakkörszerűen komoly zenét, de van, aki a közeli Vásáros-Dombói zeneiskolába jár. A kaposszegcsői diákok adtak számot tudásukról az évvégi hangverseny keretében a művelődési házban. A tanáruk szerint sok tanítványnak ez egy ugródeszka, és van olyan is, aki kaposszegcsőről indul, és a komoly vagy populáris zenében találja meg számításait. A picifuriások népdalcsokrot fognak játszani, lesz klarinét duó klasszikus művekkel, lesz egy furiakürtó, egy Mendelssohn őszi dal, lesz egy pici zongoristánk egy paplajos darabbal részben. Itt kaposszegcsőn én tartom nekik a hangszeres és a szolfés órát kedden és pénteken délután. A többiek pedig a szülők segítségével vagy buszközlekedéssel úgy oldjuk meg Vásárosdombon az órarendet, hogy ők átjárnak a Vásárosdombói zeneiskolába, de ott nem mindenkit én tanítok, ott a kollégáimmal dolgoznak hangszertől függően fuvolán. Ja, tényleg fuvolistánk is lesz, bocsánat. Fuvoladónk is lesz, tehát a fuvolistákat kolléganőm, az zongoristákat megint másik, és a szakszofon szintén külön tanára. A zenetanulás az egy nagyon-nagyon-nagyon agyilag serkentő dolog a gyerekeknek. Kikapcsolja őket a napi rutinból, rendszerességre szoktatja őket, és akik zenét tanulnak, azoknak nagy mértékben fejlődik mindenféle olyan érzéke és észlelése, amit később az iskolai tanulmányokban is alkalmazni tud. És emellett persze természetesen a hangszeres tudásukkal pedig a közönséget, szülőket is tudják szórakoztatni. Sok mindent átadhatunk, az egyik a hangszeres tudás, de ez csak egy dolog. A zene szeretetét tudjuk átadni, közülük néhányan
úgynevezett pályán maradnak, tehát később zenetanárok vagy zenekari művészek lesznek, ilyen növendékünk is volt, de a fő cél az, hogy olyan alapkészségekkel és alaptudással rendelkezzenek, mire tőlünk elkerülnek, vagy felnőttek lesznek, hogy egy koncertet szívesen hallgassanak végig, egy komoly zenei koncertet, vagy akár egy amatőr együttesben játszanak, legyen ez könnyű zene, vagy fúvószenekar, vagy valamilyen komoly zenei együttes. Különleges hozzáállás az, ha valaki komoly zenészként azonban inkább rockzenét játszik a hangszerén. A hangverseny egyik fellépője Tóth Eszter azt mondta, hogy ugyan gyerekkorától szereti a fuvolát, azonban leginkább jetrotál dalokat szeret rajta játszani. A hangversenyen természetesen klasszikus darabot játszott el. Fuvolán fogjuk előadni a Szárbende és Menüettet, és én igazából azt hiszem, hogy már 4 vagy 5 éve tanulok fuvolán játszani. Igen, 5 éve tanulok fuvolán játszani. A Henny meg 6 éve tanul fuvolán játszani, és akkor most egy duettben fogjuk ezt előadni. Hát igazából én kiskoromban szerettem meg ezt a hangszert, amikor a tévében láttam egy nőt, fogalmam sincs már, hogy kit fuvolán játszani, és akkor nagyon megtetszett, és eleve ezért iratkoztam be zenére is, hogy majd fuvolászassak. A zeneiskola növendékei bebizonyították a kaposszekcsői hangversenyen, hogy a fiatalokban sem hunyt ki a klasszikus zene szeretete, és a legfiatalabb generáció tagjai is odaadással viseltetnek a klasszikus darabok iránt. Ennyi volt a nyári ismétlés. A Kaposmenti térség friss híreivel legközelebb augusztus 13-án jövünk. Viszontlátásra!